Szeretettel köszöntök mindenkit a Neumann János Egyetem Eurázsia Központja és a Milton Friedman Egyetem Nemzetközi és Politika Tudományi Tanszéke rendezvényén, amely kerekasztal beszélgetés formájában célozza közelebbről megvizsgálni a november 15-16-án az indonéziai Bali szigetén megrendezett G20-as csúcs találkozó eredményeit, illetve tanulságait. Sok szeretettel köszöntöm beszélgető partnereimet, dr. Magyarics Tamást, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem amerikanisztika tanszékének oktatóját, dr. Szatmári Pétert, a Milton Friedman Egyetem általános és közkapcsolati rektorhelyettesét, illetve egyetemi docensét, illetve professzor dr. Tarosi Istvánt, a Pécsi Tudomány Egyetem Afrika Kutatóközpontjának vezetőjét, a Politika Tudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék oktatóját. Akkári Máté vagyok, az Eurázsia Központ Dél-Kelet-Ázsia kutatója, ügyvivő szakértője. Néhány technikai információt megosztanék a beszélgető partnereimmel, illetve a közönséggel. A beszélgetés mintegy 60 perces lesz. Elsősorban a fejlődő országok, az Egyesült Államok, illetve Oroszország a csúcson történő részvételére, illetve perspektíváira fogunk kitérni, az államok szintjén maradva. A rendezvényről felvétel készül, az fel fog kerülni az Eurázsia Központ honlapjára és YouTube csatornájára, tehát visszanézhető lesz, illetve ajánlható. Amennyiben lehetőségünk lesz, igyekszünk reagálni a Zoom chat szobában a közönség által írásban feltett kérdésekre, tehát már a beszélgetés közben is van a közönségnek lehetősége kérdezni a képernyő alján látható chatbox vagy Q&A felületeken. És rátérve magára a beszélgetésre, felvezetésként érdemesnek tartanám megjegyezni, hogy a fórum házigazdaja ebben az évben Indonézia volt, és az általa összeállított hivatalos napi renden olyan globális érdekközösséget teremtő témakörök szerepeltek, mint a globális egészségügyi infrastruktúra megerősítése, a digitális átalakulás és a fenntartható energiaellátás megvalósítása. A csúcs találkozott megelőző hónapokban mégis nehéz volt megmondani, hogy az indonéz elnöksége kapcsolatos elvárások túlzóak-e, esetleg túl alacsonyak-e. Valószínűnek tűnt ugyanakkor, hogy a G20 egyhangúságra épülő döntéshozatali folyamatai megrekednek a geopolitikai feszültségek miatt. Az ukrajnai-orosz inváziót követően megfogalmazódott olyan politikai akarat is egyes résztvevők részéről, hogy a csúcs találkozót egyáltalán ne tartsák meg, miközben a csúcsot előkészítő miniszteri szintű értekezleteken nem tudtak a tagállamok konszenzusra jutni. Ebben a felfogásban a siker kritériumának az így érkezett a csúcs találkozót illetően, hogy a kulcsfontosságú szereplők megjelenjenek, függetlenül attól, hogy érdemi eredményeket sikerül elérni a tárgyalások során. Vlagyimir Putyin orosz elnök távol maradt a csúcs találkozótól, mégis a csúcsot követő szakmai értékelések többsége relatíve sikeresnek minősíti a találkozót, relatív értelemben elsősorban a világgazdasági kormányzás, abszolút értelemben pedig az indonéz diplomácia szemszögéből. Az első kérdésem ez alapján minden előadóhoz, hogy önök, illetve ti mennyiben tartjátok sikeresnek a csúcs találkozót, és szerintetek melyek azok a legfontosabb eredmények, amelyekről a résztvevő országoknak sikerült megállapodniuk a találkozó során? Elsőként a házigazda Indonézia fejlődő országként történő önmeghatározásából és napirend tematizáló megközelítéséből kiindulva Tarosi Istvánt kérdezem, hogy a fejlődő országok szempontjából mennyire tartja eredményesnek a csúcs találkozót? Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy örömmel csatlakozom a kerekasztalhoz, és köszönöm szépen a meghívást. És fontos ez a kérdés, különösen a fejlődő országok szempontjából, pláne azért, mert valóban a 17. csúcs találkozót Indonézia fogadta be, és az az Indonézia, amelyik, ha visszagondolunk, akkor bizony nagyon sok és fontos szerepet vállalt az elmúlt évtizedekben, különösen a hidegháború évtizedei alatt, abban, hogy a fejlődő térségekre koncentrálva, az egyébként az 50-es években még, például az 50-es évek közepén, amikor az első nagyon fontos ázsiai-afrikai konferenciának adott otthon Bandungban, akkor bizony a függetlenedő országok számára is adjon egy olyan keretet,
adjon egy olyan löketet a gondolkodásban, és valójában a két pólus között egy harmadik utas politizálást fogalmazzon meg, és ehhez adja igazából azokat az érveket és gondolatokat, amelyek jellemezték ekkoriban már az indonéz gondolkodást, amelyekből aztán tovább vezethetünk további szövetségkötéseket és együttműködéseket. És valójában én azt gondolom, hogy ez a csúcs találkozó Indonéziában a fejlődő országok szempontjából, a feltörekvő gazdaságok szempontjából pontosan én azt mondanám, hogy a bandungi szellemnek egy újra értelmezése talán valahol, vagy annak az újra felerősödése lehet. Nincsenek ténylegesen naív elvárásaim a tekintetben, hogy holnapra megváltozik a világ menete. És például a nemzetközi kereskedelemből eltűnnek azok az egyébként még mindig a gyarmati relációkat idéző gyakorlatok, amelyek valóban ott vannak, és itt vannak velünk a mindennapokban. De azt gondolom, hogy ezek az expozíciók, ezek az exponálások, mint például Indonézia mondjuk ilyen házigazda szerepe, és ezáltal az indonéz külpolitikában mai napig testet öltő dél-dél kapcsolatok fontossága, általában a globális dél szerepének a fontossága a nemzetközi térben, és ennek az aláhúzása, és ténylegesen a lehetőségek ilyen értelemben 21. század következő évtizedeire a globális dél szereplői számára való megfogalmazása igenis fontos. Tehát a rövid válaszom az, hogy a fejlődő országok szempontjából egy mérföldkő lehet ez a G20-as találkozó, pontosan annak érdekében, hogy egy csomó olyan kérdést exponált, amelyek az elkövetkezendő években tovább pozícionálhatják egyébként ezeket az ügyeket számukra. Köszönöm szépen, rákapcsolódva a felvetésre. Tamást kérdezném, hogy az Egyesült Államok érdekérvényesítései, törekvései szempontjából hogyan értékelhető a csúcs találkozó? Napot kívánok, én is köszönöm a megtisztelő meghívást. Az Egyesült Államoknak az előzetes elvárásai nyilvánvalóan azok voltak, hogy a világon főleg az úgynevezett befektetési ösztönzés, illetve az infrastruktúrális fejlesztések valósuljanak meg, illetve egyrészt azon kívül, hogy ezekben által sem megállapodnak, gyakorlatilag pénzt is tegyenek ezek mögé, a programok mögé. Több esetben ez sikerült is, tehát mondjuk pont a házigazda Indonézia szempontjából egy energia infrastruktúrális beruházásról volt szó, egy úgynevezett Millennium Challenge Corporationről, amiben az Egyesült Államok több száz millió dollárt kíván investálni. A csendes óceánnak egy digitális infrastruktúrális fejlesztéséről volt szó, vagy Brazília esetében az úgynevezett ellátó rendszerek vagy ellátási rendszereknek a fejlesztéséről. Tehát az Egyesült Államoknak a hagyományos politikája az, hogy úgynevezett szabadkereskedelmi megállapodásokkal, vagy legalábbis a vámhatároknak minél alacsonyabb szinte állításával próbálja a világgazdaságot egyrészt, hogyha kell, helyreállítani, vagy megerősíteni, és hát hozzá kell tennem azt, hogy bevezetőben tettet, hogy Vladimir Putyin nem vett részt, viszont a kínai vezető Xi Jinping részt vett. És hát legalábbis az Egyesült Államok szempontjából majdnem olyan fontosnak tartom, vagy majdnem, hogy fontosabbnak tartom azt, hogy a G20-as találkozónak az úgynevezett margóján a két vezető, az Egyesült Államok és Kína vezetője találkozott egymással, rendkívül hosszú megbeszélést folytattak különben. Ez az első személyes találkozásuk, úgy, hogy Joe Biden az elnök, korábban már találkoztak, és itt nagyon sok olyan kérdés került szóba, ami azt hiszem, hogy nagyon jelentős mértékben meg fogja határozni a következő éveket, évtizedeket, hiszen nagyon sokan korábban nem is arról beszéltek, hogy G20, hanem G2, tehát hogy a világnak a következő években a
fejlődési vagy egyáltalán politikai pályát, biztonsági pályáját az első támok és Kínának a viszony fogja meghatározni. Én most itt nem akarok belemenni a részletekbe, de elképzelhető, hogy később sor kerül erre, de azt hiszem, hogy ez a találkozó nagyon fontos volt, és akkor még hogyha annyit hozzá lehetne tenni, hogy bizonyos szempontból félig meddig csatlakozott ehhez a Sármásejki klíma találkozó is, ahol megint csak arról volt szó, hogy a fejlett államok valamilyen módon kompenzálják a fejlődő államoknak a veszteségeit vagy a hátrányait, ami a klímaváltozásból ered, tehát bizonyos mértékben felelősséget vállaljanak a változásokért, amikörben, hogyha az első támokról beszélünk, nem teljesen egyértelmű dolog, mert első támokban nagyon sokan úgy gondolják a Kyoto protokolltól kezdve a Párizsi klímaegyezményen át, amire különben a Trump adminisztráció kilépett, a Biden adminisztráció visszalépett, hogy a jelenlegi klíma csúcsok és az ottani vállalások azok inkább arra szolgálnak, hogy a fejlődő államok megpróbálják ilyen módon is csökkenteni a különbséget a fejlett és a fejletlen államok között azzal, hogy túlságosan nagy terhet próbálnak rakni a fejlett államoknak a vállára, de hát ez egy amerikai megközelítés, és ilyen szempontból hát az amerikai álláspont egy kicsit más volt, mint sok mindenki másé. Köszönöm szépen. A globális kormányzás, illetve az USA-Kína relációkra valóban vissza fogunk még térni, de előtte megkérdezném Pétertől, hogy ha már szóba került Putyin elnök távolmaradása, Oroszország befolyása és legitimitása szempontjából milyen kimenetelűnek értékeled a csúcstalálkozót? Az előzetes várakozások okán, ugye kicsit így csatlakozva az előzőekhez, ugye mindjárt rátérek a válaszra is, de azért látható volt, és itt talán a Istvánnak a mondandójára csatlakoznék, hogy a nemzetközi térben megnövekedett ugye az Európán kívül is a transzatlanti kapcsolati háló mellett a egyéb más térségeknek a befolyása, és itt is ugye az volt, és akkor reagálok egy picit arra, amit Tamás mondott, hogy volt is erre vonatkozóan a karikatúra, meg lehet látni a nemzetközi sajtóban, hogy gyakorlatilag mindenki azt akarta bizonyítani, hogy találkozott a Kína első számú vezetőjével, vagy valamilyen úton, módon volt valami kontraktus vele, mert ez határozta meg a ülésrendet, meg a lépésrendet is a találkozón. Ugye azt tudjuk, hogy végülis Lavrov képviselte Oroszországot ezen a találkozón, sőt, egy kicsit korábban elhazautazott, és ugye maradt a pénzügyminiszter, az orosz pénzügyminiszter. Tudjuk azt, hogy neki sikerült kétoldalú találkozókat lebonyolítani egyébként részben Európán kívüli országvezetővé, többek között a kínai külügyminiszterrel. Tehát az eredeti variáció, ami a teljes elszigetelés jelentette volna, az részben az árópány hiányai miatt, részben a tulajdonképpen a nézetkülönbségek miatt nem valósult meg, illetve az látszik szerintem, hogy az orosz jelenlét mellett milyen egyéb más törésvonalak vannak részben a transzatlanti kapcsolatrendszerben, illetve milyen egyéb más törekvések láthatóak. Ugye ami nagyon érdekes szerintem, hogy ugye ez a sok szempontból egyedi viselkedése Erdogánnak, ez befolyásolta az ottani mozgást is, hiszen itt a lengyel rakétaincidens, vagy így a rakéta találat utáni vita kapcsán ugye nagyon aktívan és nagyon kezdeményezően próbálta meg árnyalni, meg befolyásolni az ottani törekvéseket, illetve pont itt a beszélgetésre készülve megnéztem azokat a képeket, ami közvetlen a rakétabecsapódás utáni egyeztetésekről készültek, és ott, hogyha valaki megnézi, akkor látja azt, hogy egyrészt, hogy kik vesznek részt ezen a találkozón, és milyen az ülésrend, és ott nagyon jól látszik, hogy a hagyományos transzatlanti szövetségesek Kanada és Anglia szorosan Biden elnök mellett ül, nagyon jó és kifejező a kép. Macron egy kicsit távolabb, ugye Scholz egész messze, a többiek meg valahol egészen távol, tehát ezt igazából csak arra szerettem volna mondani, hogy a nemzetközi rend újra szerveződésének különböző jeleit látjuk ezen a találkozón, és szerintem ugye általában az a logika, amit nem csak Oroszország emlegetett, hanem Kína részéről is elhangzott, hogy hány pólusa a világ, vagy milyen pólusok lehetnek, azért az jól kirajzolódott, hogy vélhetően az egypólusú modell átrajzolódik egy sokkal több, és inkább azt mondom, hogy több szereplős modellé a nemzetközi rendben.
A világrend átalakulásának kérdése kapcsán több értékelés is utal a közös nyilatkozatra, amelyet a tagállamok a csúcs végén elfogadtak. Ebben a végleges szövegben a nukleáris fegyverek bevetésének elfogadhatatlanságát hangsúlyozzák az államok, elítélik az orosz agressziót, noha nem nevezik meg Oroszországot, és leszögezik, hogy korunk nem lehet a háború korszaka. Tehát általánosságban fogalmaztak az államok az ukrajnai háborúról, és leginkább a világgazdaságra gyakorolt hatását emelték ki. A dokumentum másik része ugyanakkor erősen árulkodik a csoporton belüli feszültségről, ami a multipoláris rend kialakulására utal. Idézett, a legtöbb tag határozottan elítélte az ukrajnai háborút, és hangsúlyozta, hogy az óriási emberi szenvedést okoz, és súlyosbítja a globális gazdaság jelenlegi törékenységét. A helyzetről és a szankciókról ugyanakkor más nézetek és eltérő értékelések is megjelentek. Idézet vége áll a közleményben. Moszkva valószínűleg számított a korábban inkább csak semleges pozíciót képviselő Brazília, Szaúd-Arábia vagy India támogatására, de a G20 keretein belül ezek a diplomáciai kísérletek nem vezettek eredményre. Istvántól kérdezném, hogy a fejlődő országok állásfoglalása az ukrajnai háború megítélésében mennyire volt meghatározó tényező a csúcs során, illetve törekedtek-e esetleg közvetítő szerepre Moszkva és Kijev között? Onnan szeretném kezdeni a válasz részbeni megválaszolását, mert egy nagyon összetett kérdésről van szó, amit egyébként itt a kollégák is említettek, és ténylegesen azt hiszem, hogy az, amit Péter fogalmaz meg, a sok szereplős képlet, mert hogy beszélünk itt ugye pólusokról, én azért azt gondolom, hogy neki van igaz abban, hogy nagyon sok szereplője van ennek a nemzetközi térnek, melyek között egyre több fajsúlyos szereplő, melyek között egyre több feltörekvő gazdaság, fejlődő térségbeli szereplő látható, így például Indonézia is, tehát ezeknek a szereplőknek nagyobb most már a szava, nagyobb lehet a szavuknak a súlya a rendben, a rendszerben, az átalakuló rendben, de még mindig azt hiszem, hogy az átalakulás zajlik, és az, hogy mennyire lesz ez multipoláris ténylegesen, és milyen formát ölt, ezt majd még látni fogjuk az elkövetkezendő időszakban. Az, hogy milyen közvetítő szerep hárulhat kire például egy ilyen konfliktusban, ebben az esetben egyébként akár egy komolyabban felerősödő indonéziai szerepet is mutathat. Az, hogy ez a deklaráció ilyen formát ölthetett, az biztos, hogy az indonéz külpolitikának egy sikersztoria, ezt szerintem aláhúzhatjuk. Nem volt olyan szereplő, aki ne fogadta volna ezt el, vagy opponálta volna, ténylegesen a megfogalmazása olyan volt. És rögtön ez én azt hiszem, hogy előrevetíthet egy következő szerepet, vagy szerepvállalásokat a fejlődő térségek, feltörekvő gazdaságok oldaláról, akár egy újabb indonéz erősödéssel, amire már utaltam ugye a kétpólusú világ idejéből, amely meg nem áll távol nagyon sokaktól ebből a csoportból, úgymond, ha lehet mondani. Ugye amikor azt mondjuk, hogy globális dél, akkor nagyon óvatosan bánunk, óriási különbségek vannak a globális délen belül is, ugyanúgy egyébként a globális északon belül, de mégis, hogyha a globális délre gondolok, akkor az a fajta indonéz állami ideológia, amely tényleg a Pancasilában testet ölt, és ott van az igazságosság benne, ott van az emberiesség, ez egy borzasztó fontos hívó tengely lehet egyébként a következő időszakban is, és azt hiszem, hogy akár a közvetítő szerepvállalásokban is. Tehát amit kérdezel, abban van egy ilyen lehetőség, azt gondolom, akár az indonéz oldalról. És a fejlődő térségek exponálása, amit az előbbi megszólalásommal is mondtam, az viszont teljesen egyértelműen látszik. Ha belegondolunk abban, hogy egyébként ott voltak olyan például afrikai szereplők is, amelyekről érdemes lesz majd későbbiekben is beszélni, például az Afrikai Unió képviseletében, akár a szenegáli elnök, akár a ruandai elnök, az megint csak azt mutatja, hogy igenis, akár ebben az afro-ázsiai dinamikában, dél-dél relációban sokkal több minden rejtekezik, amely akár egy ilyen nagyobb eszkalációi nemzetközi konfliktusban előhúzható. Globális kormányzás intézményei István szerinted mennyire alkalmasak, hogy teret engedjenek ennek a bandungi szellemiségnek? Legalábbis az elmúlt hetekben a Dél-Kelet-Ázsiában megrendezett Kelet-Ázsia csúcs, épek és a G20 alapján. Azt hiszem, hogy ezek a szereplők egyre inkább azt követelik, hogy a globális kormányzás általában
és az összes szervezet, amely a globális kormányzásért felelősen létrejött, létrehozásra került, az egyre inkább adjon teret egyébként ezeknek a hangoknak és ezeknek a szerepvállalásoknak, és én még mindig úgy látom, hogy nem elegendő valószínűleg az a platform és az a szerepvállalás, ami kínálkozik a globális kormányzás tekintetében ezeknek a szereplőknek, de azáltal, hogy egyre fajsúlyosabbak tudnak lenni közülük sokan, említettük akár Brazíliát, itt van Indonézia, és sorolhatnánk ténylegesen, nem csak a BRICS, hanem bőségesen azon túlnyúlhatunk, lásd Törökország nagyon jelentős makroregionális és tényleg ezen túlmutató súlya, szerepe bizonyos gazdasági és politikai folyamatokban, és azt is látjuk, hogy azért ezeknek köszönhetően nagyon sok szervezetben a globális kormányzás különböző szintereiről ott vannak már a vezető szereplők ezekből az országokból, legyen az egyébként a WHO, a WTO, és sorolhatnánk. Azt hiszem, hogy ez a folyamat mehet tovább, de bizonyos esetben mindenképpen meg kell erősödnie. Tehát még mindig nem tartom elégségesnek, a válaszom inkább ez, viszont látom a változásnak az ívét. Köszönöm, és ha szabad, egyetértek abban, hogy az Indonézia szempontjából valóban diplomáciai sikernek tekinthető a közös nyilatkozat elfogadása és magának a csúcsnak a lebonyolítása is, és ennek komoly belpolitikai jelentősége is lehetne. A nyilatkozat legalábbis az ASEAN standardok alapján olykor szokatlanul nyers és nyílt hangvétele mégis az Egyesült Államok és a szövetségesei álláspontját látszik tükrözni. Tamástól kérdezem, hogy Washington ezen diplomáciai erőfeszítései, illetve jelenléte figyelembe véve az István által említett fejlődő országok törekvéseket és napirendet, milyen hatást céloznak kiváltani, és azok a csúcs találkozó fényében megvalósulni látszanak-e? Az Egyesült Államok egyértelműen a szövetségeseivel együtt szeretné fenntartani azt a világrendet, amelyben az Egyesült Államok hegemon szerepet játszik. Tehát teljesen egyértelmű ez a törekvés, és jelen pillanatban még ezt a világrendet nem tudták a többiek gyakorlatilag hatékonyan megkérdőjelezni, bár vannak erre törekvések, kezdve a BRICS államoktól kezdve nagyon sokfajta sankai együttműködés, és így tovább alternatív együttműködések, vagy még az Ázsiai Infrastruktúrális Beruházási Bank, tehát nagyon sok minden kezdeményezés van. Ugyanakkor, hogyha a térséget nézzük, akkor megint csak, hát nem kedvenc veszőparipám, de hát ez egyszerűen a hatalmi tényező, Egyesült Államok és Kína rivalizálásáról van szó, és itt annak idején, amikor különböző vitáskérdések vannak, többek között területi vitáskérdések vannak, amelyek Kína és a térségbeli államok között vannak, akkor általában az Egyesült Államok a térségbeli államok mellé áll, úgymond. Emlékeztetnék egy korábbi ázsiai csúcs találkozóra, Hanoira, amikor a kínai külügyminiszter meglehetősen egyértelműen úgy fogalmazott, hogy Kína nagy ország, többi ország pedig kis ország, a dél-kínai tengeren folyó tengerek kapcsolatos viták kapcsán, és akkor az akkori amerikai külügyminiszter Hillary Clinton egyértelműen kiállta mellett, hogy egyetlen egy állam sem törekedett úgymond hegemon szerepre ebben a térségben. Nyilvánvaló, hogy a háttérben az áll, hogy Kína hegemon szerepre szeretne szert tenni az ázsiai, és hát végig meddig a Csendes-óceán nyugati medencéjében, míg az Egyesült Államok ezeket a törekvéseket a szövetségeseivel együtt szeretné megakadályozni. Hogyha a térségbeli hatalmi viszonyokat nézzük, akkor a 2000-es évek közepétől indult egy szorosabb katonai együttműködés India, Japán, Ausztrália között, ez a Quad együttműködés, és hát most legutoljára Ausztráliával, Egyesült Államok
kötött egy újabb megállapodást, tehát a tengeralattjáróknak a modernizálása és Franciaország kizárása, tehát, vagy pedig hát nyilvánvalóan mindenki emlékszik a 2011-es amerikai úgymond bejelentésre vagy fordulatra, amikor Canberrában Barack Obama arról beszélt, hogy az első államok Ázsia felé fordul, ez a pivot Asia, vagy ennek az udvariasabb neve a rebalance to Asia. Egyértelműen az ázsiai, indiai térség, és ez Trumpnak a kifejezése, az Indo-Pacific térség, és nem pedig egyszer csak az Asia-Pacific térség, az, ami elsődlegesen az első államoknak a fő érdekszférája, és ez Kínának is az érdekszférája. Én úgy gondolom, hogy a kisebb államok igaz, hogy a G20-ban benne vannak, de azért nem tartom őket annyira erősnek, hogy olyan mértékben tudják befolyásolni a nagyoknak a politikáját, hogy azok irányváltásra kényszerüljenek. Ez a helyzet engem kicsit emlékeztet a hidegháború időszakában, amikor a Szovjetunió és Egyesült Államok szorgalmasan gyűjtötte úgymond a szövetségeseket, akár a különböző nemzetközi szervezetekben, akár pedig azon kívül, hogy azokra támaszkodva a másik el föl tudjon lépni. Összefoglalva úgy gondolom, hogy az amerikaiaknak a törekvése az mindenképp, hogy megőrizzék ezt a ilyen pillanatban még vezető helyüket. Hozzá kell tennem ugyanakkor azt, hogy az amerikaiak utóbbi időben úgynevezett relatív hatalom vesztést voltak kénytelenek elkönyvelni, hogyha akár a globális GDP-től kezdve a különböző hatalmi attribútumokat nézzük, de hát ennek az amerikai hanyatlás elméletnek igaz, hogy van egy elég jelentős irodalma, de talán még korai lenne arról beszélni, hogy az amerikaiaknak a hegemon szerepe és a szolgáltató hegemon szerepe az csökken, és egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban a szolgáltató szerepet szeretném kiemelni. Az Egyesült Államok az az állam ilyen pillanatban, amelyik azért egy globális közös tereket biztosítja, tehát a szorosokat, a Malakaszorostól kezdve, a Tajvani szorosig, és tovább a Perzsajbőlnek a hajózását, és ezzel az nagyon sok államot érdekelt itt a szabban, hogy az amerikaiaknak ezt a hegemon szerepét valami félképpen vagy közvetve, vagy közvetve támogassa, vagy pedig egyszerűen eltűrje. Ha visszakérdezhetek, az Európai Uniónak, vagy az európai államoknak, nem beleszámítva most az Egyesült Királyságot, milyen szerep juthat ebben az amerikai stratégiában, illetve a megvalósításában? Hát én sajnos úgy gondolom, hogy az európaiaknak kisebb szerep, vagy egyre kisebb, vagy úgynevezett junior partnerségi szerep jut. Hogyha azt a tételt elfogadjuk, hogy a 21. század a Csendes-óceán évszázada, akkor hát eleve azt kell mondani, hogy az Európai Uniónak itt azért sokkal kevesebb mondjuk képessége vagy alkalma nyílik arra, hogy a befolyását gyakorolja. Elsősorban én ott látom az Európai Uniónak a szerepét, hogy az Egyesült Államokról az atlanti mediterrán térségbe levegye a terhet, mert az amerikaiak válláról, és az amerikaiakat bizonyos mértékben felszabadítsa, hogy a Csendes-óceáni térségre koncentrál. Az igazság viszont az, hogy ez az orosz-ukrán háború időzelve visszahozta az amerikaiakat bizonyos szempontból Európába, tehát hosszú időn keresztül, legalábbis egy 20-25 keresztül Szovjetunió összeomlása után az volt az általános benyomás, hogy az európai biztonság az egy másodlagos kérdés, még európai állam szorgalmasan kivette az úgynevezett békeosztalékot, és ennek megfelelően jelpillanatban hát gyakorlatilag a briteken kívül, meg talán a franciákon kívül semmifajta globális erő
kivetítési képességük nincs, és hát eléggé sok olyan problémával küzdködnek, belső struktúrás problémával, ami nehezíti azt, hogy az első államokkal olyan módon működjenek együtt, mint a hidegháború alatt. Persze elképzelhető, hogy egy kis túlzással Joseph Stalin volt az, aki a NATO-nak az egyik szülőatya volt, lehetséges, hogy egy szorosabb amerikai-európai viszony, atlanti viszonynak a szülőatya most Vladimir Putin lesz. Ezeket nagyon nehéz kiszámítani. Ami a nagyon érdekes az egész hatalmi háromszögbe vagy négyszögbe, az az orosz-amerikai-kínai viszony, és ezt nem nagyon lehet tisztán látni, hogy ilyen például mi az Egyesült Államoknak a stratégiája. Köszönöm. Egyértelműnek tűnik, hogy a biztonságpolitikai struktúrára való kihatása mellett az ukrajnai háborúról megfigyelhető, hogy a világgazdaság legmeghatározóbb szereplői határozottan ellenérdekeltek az elhúzódó háborúban, és ez most Kína kapcsán a csúcson kifejezetten megnyilvánult. Ez arra enged következtetni, hogy Oroszország egyre inkább izolálódni fog. Pétertől kérdezem, hogy ez az izoláció milyen szektorokat érint, milyen formát és tartalmat ölt jelenleg, és ölthet a közeljövőben? Ugye én is messziről indítani, kicsit reagálva muszáj reagálnom arra, amit a kollégák mondtak, meg kicsit kapcsolódva is, hogy egyrészt ilyen egy ilyen mindenki számára ismert talán a fogalom a pingpong diplomácia kapcsán, én most egy ilyen fordított pingpong diplomáciát látok, vagy egy kreatív pingpong diplomáciát Oroszország részéről, mert ugye mi az előbb elhangzott, mindent megtesz Oroszország, hogy Kínát leválassza az Egyesült Államokról, és gyakorlatilag ugye, hogyha pár nappal ezelőtt napokban született biztonsági tanácsi döntést is nézzük, ahol ugye nem sikerült elítélő határozatot hozni Észak-Koreával kapcsolatban a rakétakísérlet kapcsán, akkor az látszik, hogy ugye az orosz apparátus mindent megtesz, hogy Kínát valamilyen formában maga mellett tudhassa, amit nevezhetünk akár antagonisztikus kooperációnak, meg számtalan olyan kérdés van, amivel Kína kapcsán Oroszország nem ért egyet, hogy nyilván az energiahordozók exportjait kulcskérdés lehet, de az jól érzékelhető, hogy a hagyományosan jelenlevő orosz külpolitikai gondolkodás, az Európától való elfordulás általában az előrevetítette azt, hogy új piacokat, meg új tereket keres magának Oroszország, ami természetszerűleg jelentheti azt, hogy a középtávon szembe kerülhet ugye Kínával, de jelen pillanatban önmagában az a keret, vagy az a mantra, hogy a világ több pólusú kell, hogy legyen, a sok tekintetben összekapcsolja Oroszországot meg Kínát, legalábbis, hogy is mondjam, taktikai értelemben mindenféleképpen, és azokban a mondjuk szervezeti keretekben, ami a nemzetközi térben van, ott jól látszik az, hogy többségében, az esetek többségében az érdek az azonos lehet ebben a vonatkozásban. És Oroszország e tekintetben mozgásterét, politikai, gazdasági tekintetben az erőforrásaira, a szankciók... Ugye Oroszország azért lehet speciális, és itt mindig nem csak én, mások is szoktak erre hivatkozni, az orosz külpolitikában, az orosz stratégiai gondolkodásban van némi kontinuitás, ami nem szakadt meg a Szovjetunióval, ami az én elképzelésem és mások szerint is a 19. század óta jelen van, hogy folyamatosan próbálják a centrumtól, a saját értelembe vett centrumoktól távolítani a határvonalat. Ugye szokták emlegetni, hogy már a első Péteri időben volt a orosz stratégiai gondolkodásnak egy fundamentum, ami szerint ugye a természetes határok tekintetében ugye a Bering-szoros és a Oder-a-Neisse határ az, ami a távolságot megtartja a centrumtól, és ebben a tekintetben Oroszország egyrészt autarchikus, tehát próbálja önmagát ellátni, másrészt minél messzebb tolni a centrumtól a határokat. Tehát itt az ukrán konfliktus kapcsán is részben ez lehet a egyik modell vagy jelenség, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az adott területet szinte amőbaszerűen elfoglalja, azt beolvassza a központi területbe és a centrumtól távolabb torja, de nem rettem meg attól, hogyha a világ kapui bezárulnak, tehát nem törekszik feltétlenül arra, hogy további kooperációkat teremtsen. Bocsánat, hogyha egy kicsit hozzátehetek ehhez, nagyon érdekes, hogy azt mondjuk, hogy az orosz izolációról beszélgetünk egy pillanat erejéig.
Hát nagyon izgalmas volt azt látni, mondjuk egy afrikai kontextusban, hogy egyébként ez emellé rögtön Oroszország behúzott egy úgynevezett sárm diplomáciát, vagy sárm offenzívát, ha lehet ilyet mondani. Kölcsönzöm ezt a kifejezést egyébként egy remek szerzőtől, aki pont a kínai sárm offenzívára használta ezt a kifejezést Afrika kapcsán. No, azt szeretném mondani, hogy ugye Lavrov külügyminiszter hát éppen júliusban 4 afrikai országot is felkeresett, és pontosan valószínűleg egyrészt megköszönte nekik a márciusi ENSZ szavazást, amiben ugye nem ítélte el egyik afrikai kolléga sem egyébként az orosz agressziót, és pluszban építkezett tovább. Tehát éppen, ami Péter mond, eltolva valójában magától a perifériák irányába ezt a történetet, egyébként egy történeti ív mentén fejlesztve és építkezve a kapcsolatrendszerében, mert az afrikai relációban is bőven vissza kell nyúlnunk egyébként a 19. századig, az akkori aspirációkig és kapcsolatépítésekig. Úgyhogy nagyon érdekes például az afrikai kontextusban ugyanezt látni egyébként. Még annyit hozzátéve, hogy itt ugye néhány perccel ezelőtt emlegettem ugye Törökországot, hogy itt is ugye egy kooperációs készséget látunk, ugye Erdogan nagyon ügyesen lavíroz a különböző értékrendek között, és ő folyamatosan fenntartja a lehetőségét, az esélyét annak, hogy ő valamilyen formában generálni tud valami fajta közvetítő szerepet, miközben a saját nyilvánvalóan készülve a következő évben esedékes elnökválasztásra más szempontból, meg a saját birodalmi határait kicsit növelve, akár Oroszország rovására próbál Közép-Ázsiában, vagy a kaukázusi térségben terjeszkedni. Illetve még egy érdekes momentum, itt ez a G20-szal kapcsolatban muszáj elmondani, hogy az a törésvonal, ami Európában is megjelent, az abban is hát tulajdonképpen eszkalálódott, hogy egyrészt Scholz még a találkozó előtt ugye látogatást tett Kínában, aminek nagyon komoly visszhangja volt, másrészt pedig itt a G20-as találkozón próbálták oldani a német és láthatóan a német és a francia küldöttség közötti nézeteltéréseket, ami csak azért izgalmas, mert hogy Európában nem sikerült ebben az ügyben találkozniuk, hanem ott próbálták meg egy személyes találkozó keretében ezt valahogy tisztázni. Hogyha a kapcsolatépítés és a törésvonalak szűkebb témájánál maradunk, akkor ugye a G20-hoz hasonló testületeket gyakran éri az a kritika, hogy nem lényeges döntéshozatali fórumok, de általában ezt szokták ismerni, hogy az általuk lehetővé tett folyósói megbeszélések és személyes diplomácia származékos előnyöket generálhat az érdekelt felek számára. Itt már szóba került Xi Jinping és Joe Biden elnök találkozója, Xi Jinping és az ausztrál miniszterelnök találkozója. Ezek a megnyilatkozások, amelyek ezeken a találkozókon elhangzanak, ezek által generált elkötelezettségek milyen tényleges megvalósítható politikákat ölthetnek, és szerintetek milyen tanulságokat fogalmazhatunk meg az egyes államok stratégiai orientációja és a csúcson mutatott attitűdje alapján. Például Istvánhoz fordulnék, hogy Dél-Afrika, mint az egyedüli afrikai ország a G20-ban, miként igyekezett pozícionálni magát a csúcsot a napirend ellenében meghatározó témákban. Tehát például az energiaválság, az élelmiszerválság, a stagfláció kockázata, ez mennyiben mutatkozott meg Dél-Afrika pozíciójában? Azt hiszem, hogy eleve Dél-Afrika jelenléte és tagsága ebben a szervezetben nagyon érdekes, és szeretném minden indítani. Pontosan azért, mert többen kérdezik, hogy és akkor Nigéria hol van? Ugyanis ha belegondolunk az elmúlt évek Afrikán belüli változásaira, afrikai makroregionális változásokra és teljesítmények változására, akkor világosan látszik, hogy például az afrikai kontinens legkiterjedtebb gazdaság az a nigériai gazdaság egyértelműen a dél-afrikai előtt van pozícionálva az elmúlt években. Nagyon sokan fel is vetik, hogy hát akkor hogy nem Nigéria. És akkor ott viszont a háttérben látunk számos egyéb olyan tételt, amelyet Nigéria még mindig nem merít ki, ténylegesen az intézményi strukturális stabilitások, akár egyébként a korrupció egésze tekintetében, ami a gazdaságot átszövi, és mindenféle egyéb biztonsági és biztonságpolitikai kihívások tekintetében. Tehát ugye az a fajta szerep, amit Dél-Afrika
akár a G20-akon belül is, de általában mondjuk így a nemzetközi térben az elmúlt hosszú évtizedek során, és most akkor inkább maradjunk a nem annyira elmúlt hosszú évtizedek során, tehát ténylegesen az apartheidet követő időszakra koncentráljunk, igazából azt próbálta magával, a saját maga pozíciójával elhitetni, hogy ténylegesen egy kapufunkciót tölt be bárkinek, aki Afrikával szeretne egyébként mondjuk ilyen értelemben kapcsolatot építeni, az azért Afrikán belül is nagyon sok kérdőjelet rajzolt ki az elmúlt időszakban. Tehát természetesen afrikai ügyek pozicionálásában a G20-akon belül egyébként Dél-Afrika világos módon tette a dolgát. Egyúttal pedig, amire már utaltam, az Afrikai Unió is jelen volt ezen a csúcstalálkozón, tehát ott volt meghívottként az Afrikai Unió soros elnöke, a szenegáli elnök, ott volt egyébként az Afrikai Unió fejlesztési ügynökségének nevezhető Nepád képviseletében a kormányfők testületét képviselve a ruandai elnök. Tehát igazából ott voltak olyan fajsúlyos afrikai szereplők, akik a dél-afrikai egyébként mérvadó szerepvállaló pozíció mellett világosan jelezték, hogy az afrikai kontinensen is több szereplős a játék. És ténylegesen ez fontos. Az elmúlt időszak, elmúlt néhány évtized afrikai politikai gazdasági folyamatainak tükrében egyértelmű az, hogy egyfelől az afrikai kontinens egésze, az Afrikai Unió képében elvárja, és az összes afrikai állami szereplő most már elvárja azt minden egyes külső szereplőtől, legyen az az Európai Unió, Kína, bárki, hogy igenis vegye figyelembe azt, amikor bármiféle partnerségről, együttműködésről szól, hogy nekik fontos az, hogy létezik egy kontinensre kihúzott integratív keret. Egyrészt azon belül léteznek azok a regionális együttműködési keretek, amelyeket az Afrikai Unió akkreditált, ugye 8 ilyen regionális együttműködési blokkról beszélünk, és igenis, aki partnerséget próbál fogni, építeni, fenntartani az afrikai szereplőkkel, azok vegyék figyelembe azt is, hogy ezek a szintek is lényegesek számukra. Tehát Dél-Afrika fontos szereplő ennek a közvetítésnek, úgymond, de látszik, hogy mellette ott van és felsorakozott az egyéb szintezettsége ennek a közvetítésnek és reprezentációnak. És azok az ügyek, amelyek egyértelmű egyébként itt hallottunk már Tamástól is arra vonatkozóan, és a te felvezetésedben is, hogy ténylegesen akár az infrastruktúrális fejlesztések tekintetében mennyire fontos megbeszélésekre került sor, a deklarációban is ez egyértelmű kiemelést kapott. Egyértelműen látszik az, hogy az Afrika számára oly fontos, hosszú ideje oly fontos, mindenféle szektorra levetített infrastruktúrális fejlesztések tekintetében egy nagyon komoly exponálást kapott ez az afrikai igény. És befejezve a gondolatmenetet, e tekintetben érdekes, és ezt bedobnám így a közös gondolkodásba még, visszakötve oda, hogy egyébként a fejlődő térségek, a globális dél szereplői hogyan tudják használni, hasznosítani akár ezt a G20-ak csúcstalálkozót, egyértelműen látszik az, hogy például Indonézia teljesen újra fogalmazza akár az afrikai kapcsolatrendszerét is, akár ebben az újra megerősödni látszó globális dél kontextusban, melynek az egyik egyértelmű vezető szereplője kíván lenni, ugyanis az elmúlt időszakban pont Balin volt néhány évvel ezelőtt egy nagyon fontos csúcs találkozó az afrikaiakkal, azt megelőzően elindította, az 2019-18-19-20-as évekről beszélünk, Covid előtti időszakban, azt megelőzően pedig elindította a saját csúcs találkozóját Afrikával, ami ugye a kínaiaknak megvan, az indiaiaknak megvan, a törököknek megvan, sőt 2019-ben Szocsiban az oroszoknak is megvolt, egyébként 2014-ben még akkor Obama elnök Washingtonba elhívta az afrikai államfők jelent, részét, az is megvolt. Tehát igazából Indonézia, és azt gondolom, hogy számos egyéb szereplője ennek a feltörekvő, fejlődő térség reláció együttesnek, igenis képes arra, hogy ezt tovább tudja erősíteni. És ehhez pedig kellenek azok a stabil afrikai partnerek, mint akár Dél-Afrika vagy a többiek. Tamástól kérdezném, köszönöm, hogy ezekhez az afrikai aspirációkhoz, törekvésekhez, igényekhez miféle kontextus teremtődhet, ha januárban összeül az új kongresszus, ez milyen pragmatikus változtatásokat, hangsúlyátolódásokat eredményezhet az amerikai külpolitikában, akár a fejlődő világ tekintetében, akár Kína tekintetében?
Nagyon nehéz megmondani, hogy lesz-e változás és milyen, ugyanis az Egyesült Államok alkotmányos berendezkedéséből adódóan az elnök az, aki elsősorban a külpolitikáért felelős és a külpolitikát csinálja. A másodszorban még a szenátus, hiszen a szenátusnak van jogosítványa arra, hogy nemzetközi szerződéseket ratifikálja, adott esetben különböző nagyköveti kinevezéseket ugyancsak jóvá hagyja. A kongresszusnak általában, és az ember a képviselőháznak, ahol most a republikánusok kerültek többségbe, a legerősebb ütőkártyája ebben az egész külpolitikai, mondjuk döntéshozatai mechanizmusban az úgynevezett erszény hatalma. Tehát az, hogy milyen pénzeket szavaznak meg különböző segélyprogramokra, adott esetben, hogyha most itt az ukrán-orosz háborúról beszélünk, Ukrajnával kapcsolatban milyen támogatásokat fognak megszavazni, illetve ott bizonyos eltolódás lehet, gyakorlatilag a demokraták és a republikánusok megegyeznek abban, hogy Egyesült Államok érdeke Oroszország meggyengítése, ergo Ukrajna támogatása. A republikánusok mindössze ott szeretnék a hangukat hallatni, hogy nagyobb beleszólást szeretnének kapni abban, hogy ezeket a forrásokat hogyan költik el, vagy nagyobb átláthatóságot szeretnének, mert ők úgy gondolják, hogy nem elég átlátható módon költik el az amerikai adófizetők pénzét Ukrajnában. Ami a különböző tételeket illeti, hát azt hiszem, hogy István ugyan jól tudja, mint Péter, hogy Afrika bizonyos mértékben, hát nem azt mondom, hogy egy teljes mértékben háttérbe szól az Egyesült Államok külpolitikája szempontjából, de hagyományosan nem Afrika a fő csapásirány. A 20. század nagyobbik felében atlanti térség volt, Európa, most Ázsia. Afrika egy kicsit a háttérbe szorult, és ahogy mondtam, ebbe a jelenlegi tehermegosztási kérdésben, amikor az Egyesült Államoknak a forrásait megpróbálják inkább átvinni a Csendes-óceán térségébe, Európa adott esetben nagyobb szerepet kaphat a mediterrán térségbe, Észak-Afrika elsősorban. Azt láttuk például a Líbia esetében, amikor az Obama adminisztráció az elnök szavai szerint hátulról akart vezetni. Igaz, hogy csillereként később kentett, hogy az első támok előről vezet, és nem hátulról, de végül is az amerikaiak, vagy akár az egész arab tavasz alatt nem nagyon tanúsítottak komoly aktivitást. Ezek az Obama, Trump, Biden adminisztráció következetesen úgynevezett light footprintet próbál elérni a nagyobb vagy a tágabb Közel-Keleten, és Fekete-Afrikában pedig sokan azt gondolták, hogy Barack Obama elnöksége alatt szorosabb kapcsolatok lesznek, de nem lettek szorosabb kapcsolatok. Legfeljebb, hogyha már itt a hidegháborúról beszéltem korábban, az lehet majd talán az amerikaiaknak egyfajta inspiráció vagy ösztönzés, hogy a kínaiak meglehetősen aktívak Afrikában, és ahogy a hidegháborúban a Szovjetuniót próbálták ellensőzni különböző térségekbe, lehetséges az amerikaiak úgymond felfedezik Afrikát ilyen szempontból. Nem is szólva arról, hogy itt ugye az ellátási láncokról van szó, nyersanyagoknak a rendkívül fontos szerepéről, ritka fényföldek és így tovább, amelyekbe Afrika azért elég gazdag, és ennek megfelelően felértékelő, tehát Afrika szerepe az első támok számára is, de most ilyen pillanatban én úgy gondolom, hogy nem Afrikával ébredés fekszik az amerikai elnök. Egy mondatot hagy egészítsek ide, ezt talán is már még jobban tudja, hogy ugye Sharm el-Sheikhben volt, Egyiptomban volt most ez a bizonyos klímacsúcs. Itt mind a kínai, mind az amerikai, mind az orosz delegáció arra törekedett, hogy minél több jelenlevő szereplővel négy szem közti találkozókat kezdeményezzen a saját bizalmi
tőkének, ez a sárm diplomácia, amit az előbb is már mondott, és azért ne felejtsük el, hogy Egyiptom ebből a szempontból generáló tényező, nyilván az északi területen van, de most biztos mindannyian tudjuk, meg hát a jelenlevők is hallottak róla, hogy 29-től mindentől függetlenül Oroszország és az Egyesült Államok Kairóban fog egyeztetni a fegyverzet korlátozási kérdésekről és az atomstratégiáról. Tehát Egyiptom szintén egy olyan szereplő, ezt csak az Istvánnak mondom, aki itt most próbál egy ilyen sajátos, speciális, egyedi, különleges, hagyományos bandungi szellemben tulajdonképpen egy ilyen erős pozíciót fogni ebben a nemzetközi térben, ez tényleg így valahogy látszik. Igen, és teljesen egyetértek, amit Péter mondasz. Nem csoda, hogy egyébként történetisége okán Lavrov ugye Egyiptomba látogat el az egyik nagyon fontos pólus államába az egész afrikai kontinensnek hosszú-hosszú ideje. Abszolút egy újra pozícionáló Egyiptomot látunk, amelyik egyébként fitoktatja is erejét, hasonlóan egyébként, hogy a szomszédos országok közül mások is, így Etiópia, ugye tudjuk jól, nem fogjuk ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, csak megemlítem, tudjuk jól az egész Nílusra épített gát problémáját, amelyben nagyon sokan jelen vannak, de igazából Egyiptom egy nagyon fajsúlyos szereplő, és teljesen egyetértek veled, hogy az elkövetkezendő időszakban, akár ennek a bandungi szellemnek a megerősödésében teljesen egyértelműen résztvevő tud lenni, és szerintem résztvevő is akar lenni majd. Köszönöm. Hogyha a gazdasági trendekre még egy kicsit visszatérünk, megkérdezném Pétertől Oroszország kapcsán, hogy a további globalizációs és deglobalizációs folyamatokban Oroszország milyen szerepet játszhat a szankciók fényében? Én továbbra is azt látom, hogy mi nem nagyon tudunk máshonnan kinézni a saját világunkból, mint Európából. És ugye Európából tekintve Oroszország elszigetelődött Európa jelentős részétől, de rövid középtávon én nem látom annak markáns elét, hogy a világ egyébként jelentős többi részétől, akár még az Egyesült Államoktól, vagy Latin-Amerikától, Közép-Amerikától, Afrikától, Ázsiától ilyen mértékben elszigetelődne. Tehát ugye a globális térben való jelenléte Oroszországnak, akár a nyersanyagok, vagy a késztermékek kapcsán is, én szerintem megmarad. Igen, ha ez gyorsan, akkor mivel ugye Péter azt mondja, hogy az európai nem tudunk ettől szakadni, teljesen igaza van. Én viszont akkor hozzátenném az afrikai relációt, amivel egyértelműen látszik az, hogy 2006 óta, amikor Putyin elnök az első komoly lépéseket tette, hogy újra hangolja egyébként Oroszország-Afrika kapcsolatrendszerét, ténylegesen nagyon sok év kihagyását követően ekkor 2006-ban tesz több afrikai országba látogatást, utána 2009-ben Medvegyev ugyanezt teszi, tehát folyamatosan egy ilyen újra serkentése van egyébként ezeknek a szerepállásoknak, és hát azóta pedig ténylegesen több nagyon markáns intenzitást látunk a kétoldalú, akár több oldalú kapcsolatokban is, és nem csoda, hogy például egy 2020-as jelentés szerint egyébként a szubszaharai Afrika egészét, ha nézzük, akkor az odaszállított fegyverek 30%-át Oroszország adta, és ezt követtek Kína mondjuk 20%-kal, Franciaország pedig még kevesebb, mint 10%-kal, az USA pedig nagyjából 5%-kal. Tehát, hogy nagyon markáns ez a jelenlét, és akkor, amikor a sármoffenzívát pluszba hozzátesszük, akkor igenis ezeknek a kapcsolatoknak a jelenléte, megléte és továbbfejleszthetősége az egy teljes valóság. És hogy ez nem csak kormányzati, nem kormányzati formában is jelen van. Ugye a ukrán-orosz háború kapcsán, hogy a Wagner csoportnak a neve nagyon sokszor felmerült, ezt biztos, hogy István jobban tudja nálam, hogy ott a biztonságpolitikai tényező, akár az afrikai négyszögben és más területeken, ugye, Oroszország ilyen nonformális jelenléte, de mondom, ezt nem akarom túl pörgetni, csak hogy ez is egy fontos tényező. Teljesen így van, igen. Köszönöm. Csatlakozva ezekhez a megjegyzésekhez, én feltenném részemről az utolsó közös kérdést a beszélgető társaimnak, és egyúttal felkérem a közönség tagjait, hogy amennyiben van kérdésük, azt legyenek szívesek feltenni a chat felületen. Az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a beszélgetés elején a csúcs eredményeit idékeztünk áttekinteni, és a beszélgetés során több ponton is érintettük
már, de megtennétek, hogy a már most látszó vagy potenciális jelentőségét a csúcsnak értékelnétek a status quo vonatkozásában, és esetlegesen Magyarország szempontjából. Magyarországra milyen hatással lehetnek? Hát én egyet csak, hogy én gyorsan egyet lecsapjak, hogy azok a fő kérdések, amit Máté, te az elején meghatároztál, amik a legfontosabb törekvések voltak, ugye a globális segítség, ugye a digitális átalakulás, a fenntartható energia. Hát ha megnézzük a francia elnökségnek a prioritásait, akkor hát majdnem szó szerint ugyanerre vonatkoznak. Tehát mondjuk ugye ebben az értelemben a konvergencia meg a kooperáció evidencia, és ugye Magyarországnak is lesz elnökségi szerepe hamarosan, tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a céloknak a priorizálása mindenféleképpen fontos lehet. Illetve az még kicsit visszatekintve arra, mint István mondott, hogy ez egy olyan felület volt, ahol jól látszott az, hogy Európa kooperáció nélkül önálló entitásként, azt nem, hogy nem létezik, de kevés már, tehát muszáj szövetségeket kötnie. Ez nagyon tetszik, amit Péter mond, mert azt hiszem, hogy azzal, amivel egyébként Máté kezdte tényleg, hogy akkor hogy alakul át a világ, a nemzetközi tér, ez az egész globális aréna, és akkor ebben mondjuk a fejlődő országok hogyan pozícionálhatják magukat a csúcs mentén, vagy annak örvén igazából, megmutatja azt, hogy Európa egyre kevesebb. És csak akkor lehet több, hogyha új szövetségeket köt, teljesen egyetértek Péterre, és az új szövetségkötésekben nagyon markáns szereplők a feltörekvő gazdaságok, nagyon markáns szereplők a dél-dél relációk. Tehát igazából Magyarország szempontjából is nem csoda, hogy ténylegesen az elmúlt mondjuk 10 évet, ha nézzük különösen, de most már egy ideje egyértelműen, akár az afrikai kapcsolatok újrahangosítása, újrahangszerelése, megerősítése és más feltörekvő térségekben a jelenlét erősítése, az egy evidencia. Egy olyan pragmatikus külpolitizás számára, amit egyébként, ha a G20-akra húzom le, Indonézia tökéletesen bemutatott. És valójában ezt akarom megragadni, Indonézia az egész fejlődő térségek számára, az egész globális dél számára mutatott egy olyat, ami abszolút példaértékű lehet. És ténylegesen egy új, hogy mondjam, pozícióra, ébredéshez segíthet hozzá másokat is, és abban én meg vagyok győződve, hogy Indonézia egy vezető szerepet kíván betölteni a dél-dél relációkban e tekintetben, kihasználva ezt a G20-as csúcsot, ami tényleg nagyon nagy siker volt számára. Én valóban nagyon röviden szeretnék hozzászólni, nem sok mindent tudok hozzátenni ahhoz, amit Péter is István mondott, abszolút egyetértek. Magyarország szempontjából nyilván van ez az úgynevezett kettő meg déli nyitás fontos, illetve tágabb értelemben az Európai Unió és például a latin-amerikai országoknak a párbeszéde, az Európai Unió és az afrikai országoknak a párbeszéde, ez egy tágabb keret, és azon belül pedig hát egyértelműen Magyarországnak az érdeke az, hogy olyan országokkal tartson fönt kereskedelmi, politikai, gazdasági viszonyokat, amelyek a magyar mondjuk szuverenitásnak az elősegítését jelentik, tehát magyarul minél több tojást kell tenni egy kosárba, és nem szabad egy valamire koncentrálni. De hát nyilvánvaló, hogy a G20-as találkozó csak ilyen közvetett módon érinti Magyarországot, és hát természetesen, hogyha itt beszéltem a magyar érdekekről, beszéltem az Európai Unió keretéről, Magyarországnak és minden országnak abszolút érdeke egy minél nyitottabb világkereskedelem, infrastruktúrális fejlesztési, energiabiztonsági és minden egyéb vonatkozásban, de hát ezek sajnos olyan kérdések, amelyek többnyire a fejünk fölött dőlnek el. Nagyon szépen köszönöm. Esetleges reakciók a többi partner részéről, olyan gondolatok, amelyek esetleg relevánsak lettek volna, de nem kérdeztem rá, nem hangzott el. Jól tartottuk az időt, az igazság. Nagyon jó óra volt. Egy remek, remek ívet húztál meg, Máté. Úgyhogy igen, szerintem pont jók vagyunk így.
Én köszönöm nektek ezt a nagyon tartalmas és gondolatébresztő beszélgetést, és amennyiben a közönség nem fogalmaz meg kérdéseket, legalábbis nem teszi föl nekünk, csak magának fogalmaz meg, akkor én ezt a végszónak tekintem, és nagyon megköszönöm az előadóknak, dr. Magyarics Tamásnak, dr. Szatmári Péternek és dr. Tarrósi Istvánnak a beszélgetést, a hallgatóságnak pedig a figyelmet. Szép estét kívánok, a viszontlátásra és hallásra!